Azt szeretettel köszöntelek benneteket a nevem Bertalan László, ez pedig a sorozatunk következő része. Ebben a részben arról fogunk beszélgetni, hogy a tanulás során, illetve a nyelve elsajátítása során milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre, illetve igazából, hogy én jó magam milyen eszközöket fogok használni. Ezek az eszközök két nagy csoportba sorolhatók. Az elsők azok a mondjuk úgy nyelvtanulás segítő eszközök, ezek a különböző hanganyagok, könyvek, telefonos applikációk, programok. Amit, amit tényleg alapból mindig használunk a nyelvtanulás során, a másik pedig a mentális eszközök. A mai nap az első csoportról fogok beszélni, és üljünk át a számítógépemhez, meg is osztom veletek a képernyőt, és nézzük, hogy miket fogok használni a következő néhány hónapban. Oké, okay. és akkor most nézzük, melyek lesznek azok az eszközök, amiket a következő néhány hónapban használni fogok. Legelőször is, amit tudnod kell, az eszközöket úgy válogattam össze, főleg két szempont volt, három szempont. Az egyik az, hogy olyan fajta eszköz legyen, amivel minél többféleképpen, tudok kapcsolatba lépni magával a nyelvvel. Tehát, hogy lássam, halljam, érezzem, akár tapincsam, tehát minél több érzékszervemmel tudja kapcsolódni az adott nyelvhez, és ráadásul lelkileg is rá tudjak hangolódni. Tehát maga az anyag, amit majd tanulni fogok, vagy ahogy tanulni, tanítani fognak, az legyen érdekes, legyen szórakoztató, legyen magával ragadó. Ez volt az egyik cél. A másik cél az volt, hogy minél olcsóbb legyen. Miért? Hát figyelj, Igazából ma már az mítosz, hogy egy nyelvet úgy tudsz megtanulni, hogy százezreket és milliókat költesz el. Nem, az internetnek köszönhetően rengeteg olyan lehetőség áll már rendelkezésre, amivel nem azt mondom, hogy full ingyen, de tényleg elmondhatom azt, hogy fillérekért tudsz nyelvet tanulni. A harmadik dolog, ami, ami a ami a szempontok kiválasztásába segített, az ez az úriember, őt úgy hívják, hogy Jeff Brown, és amikor megnéztem ezt a videóját, és most ezt, ezt látjátok a képen, meg tudjátok majd a Youtube-on keresni ezt a filmet, ez egy közel egy órás videó, ahol arról beszél, hogy milyen módszerek és eszközök léteznek arra, hogy a nyelvet ne úgymond hagyományos tanulás útján sajátítsuk el, hanem a cél az legyen, hogy a nyelvet inkább befogadjuk, mint ahogy egy gyerek fogadja be. És van egy 11 néhány, mondjuk azt, hogy tippből álló ötlet csomagja, és ezekből szemezgettem, és ezeket a tippeket fogom összekötni az általam kialakított mentális technikákkal. Még egy fontos dolog, Uh, ugye nem tudok úgy tanulni, mint egy gyerek. Több szempontból egyrészt nem vagyok gyerek, másrészt nem élek benne a nyelvi közegben, tehát nem utazok ki Spanyolországba, vagy nem utazok ki Latin Amerikába. Ráadásul a felfogó képességem, illetve a szókészletem se olyan, mint egy gyereké. Nagyon sokan mondják azt, hogy tényleg tanuljunk úgy egy gyerek, de ha figyelj, az én fiam most négy éves. A szókincse az olyan, mint egy négy évesé. Tehát, ha minden szót tudna most spanyolul, akkor ez egy nagyon-nagyon korlátozott szókincs lenne, és értelemszerűen ezen folyékonyan tudna beszélni. Tehát lehetetlenség az, hogy teljes mértékig úgy tanuljunk, mint egy gyerek, viszont szerintem mentális technikákkal ötvözve ez a tanulási, és a, tehát maga a tanulási folyamat gyorsítható. Tehát az alapját ez a videó adta. A következő eszköz, amit használni fogok, az a Pimsleur nevezető program, illetve a hozzá kapcsolódó leckék. A Pimsleur arról híres, hogy a legjobb nyelvtanító program olyan szempontból, hogy a kiejtést hihetetlenül jól tanítja a, szókincse nem valami gigantikusan nagy, amikor elvégzed az összes ilyen kis mini tanfolyamot, tehát megcsinálod az összes leckét, nem fogsz ilyen gigantikus középfokú szinten beszélni, viszont két dolgot garantálni tud ez a program. Az egyik, hogy szuper kiejtésed lesz, magyarul meg foglak érteni, a másik, mivel folyamatosan a program beszéltet, és kommunikációba vagy vele, és úgy tanulsz, hogy közben hangosan ki is kell mondanod, ezért egyszerűen tényleg néhány hét után már beszélni tudsz. Szóval, de folyamatosan tudsz beszélni. Ez azért fontos, mert erősíteni fogja az önbizalmadat, és sokkal könnyebben kapcsolatba tudsz lépni az emberekkel. Na már most a pimszülőről azt kell tudni, hogy ahogy szokták mondani viccesen, nem olcsó, de legalább drága. Viszont, és itt jön a viszont, vannak például olyan könyvtárak Amerikába, ahol a, a Pimsleur program ott van CD-n, és tehát, tehát, megvan az egész program sor, és lehetőség van arra, hogy ezt valaki kikölcsönözze, és utána pedig MP3-ba bedigitalizálod. Na, nekem volt olyan szerencsém, hogy én kaptam egy ilyen MP3 bedigitalizálást, az egyik ilyen könyvtárból kivett, kivett CD sorozatból, így nekem megvan a, a, teljes, a teljes kurzus. A következő, a következő dolog, amit használni fogok a Youtube-on, az a SpanishPod 101 nevezetű csatorna, ez a SpanishPod 101. Ez azért érdekes ez a csatorna, mert viccesen fiatalok mesélnek magáról a nyelvről, és nem csak a spanyol nyelvről mesélnek, hanem mesélnek a, mesélnek a kultúráról, mesélnek mm, arról, hogy milyen hibákat vétenek a külföldiek, van benne nyelvtan, van, tehát egy csomó minden valamit interaktívan adnak át, és, és nézd csak a legtöbb leckén két perc, meg három perc, meg, meg tehát, tehát, rövidek. Tehát amikor éppen, mit tudom én, az ember áll egy buszmegállóba, vagy például a kép megbeszélés között vagyok, akkor van három percem, hogy belenézzek ebbe. Um, és ez, egy, és ez, ez full ingyenes a következő, amit mindenképpen használni fogok, ugye én nagy filmőrült vagyok, van Netflix előfizetésünk, a netflix már be is állítottam magamnak egy egy spanyol csatornát, ahol uh, uh, itt vannak a filmek spanyolul, uh, spanyol felirattal, uh, spanyol szöveggel. Ki fogom választani azokat a filmeket, amik amúgy is a kedvenceim, amiket amúgy is ismerek és pontosan tudom hogy ö, ö, miről szólnak. Sőt, vannak olyan filmek, amiben már párbeszédet is az ember tudja kívülről magyarul, és ezeket fogom spanyolul, ezeket fogom spanyolul nézni. Vagy hogyha lesz olyan film, ami amit még nem láttam, azt is lehetőség szerint, ö, hogyha este filmet nézek, spanyolul fogom megnézni, hogy meglegyen a nyelvi fürdő. Aztán, ami nagyon jó még, értelemszerűen a YouTube, rákerestem arra, hogy hogyan kell kikeresni azt, hogy Uh, spanyol filmek spanyolul, így mondják, hogy películas completas, completas en español. Uh, ugyanígy rá tudsz keresni, hogy tudod magyar filmek magyarul, spanyolul így írják, egyszerűen beírtam, rákerestem, és itt van egy csomó film, uh, ez megint ingyenesen elérhető. Van egy dolog, amit megvettem, ez a könyv, az a cím, hogy Spanyol szókincs, látod valami 2952 forint, tehát 3000 forintért megvásárolható. Ami érdekesebb ebbe a könyvbe, hogy azt a 4000 szót tartalmazza, ami a, ami a legfontosabb a spanyol nyelven. És ráadásul ez a 4000 szó is ketté van választva, benne van az a 2000 szó, ami a leges, leges, legfontosabb, meg az a 2000 szó, ami hát az is fontos, de még nem annyira. Na már most nem azt fogom csinálni, hogy elkezdem olvasni ezt a könyvet, vagy elkezdem megtanulni a szavakat. Ez a könyv azt a célt ez is mentális ö, ö, technikához kötődik. Ezt a könyvet fogom nagyon sokszor villámolvasni, tehát ö, úgymond a, a fotó memória fejlesztésében, ö, vagy a, bocsánat, a fotó használatával fogom majd így a szókincsemet fejleszteni, meglátjuk, hogy majd milyen eredménnyel. A következő dolog, hogy ö, ahogy említettem nektek, vagy nem tudom, hogy említettem-e, nem fogok használni ilyen nyelvtan könyvet. Direkt nem is vettem nyelvtan könyvet, nincs is nyelvtan nem is akarom a nyelvtan bebiflázni. Eleve én, én, tudom, hogy én alkalmatlan vagyok az ilyen nyelvtani tanulásokra. Meg tudom tanulni a nyelvtant, logikusan el is tudom neked magyarázni, de az hódziher, hogy nem fogom tudni alkalmazni. Amikor angolul tanultam, végigvettük a tanárommal, lejutunk az összes nyelvtani fordulatot, figyelj, mai napig nem tudom őket használni. A logikáját értem, hogyha egy tesztet kell csinálni, hát helyjel közzel rájövök, hogy, hogy miért, miért ezt vagy azt a hogy át vagy bét kell választani, de egyszerűen nem, nem, tehát képtelen vagyok a nyelvtan használatára. Viszont ezzel a módszerrel bízom benne, hogy, és, és hát az előttem lévők, akik ezt már végigcsinálták, azt mondják, hogy egyszerűen úgy fogod beszélni, és úgy fogod ö, megtanulni a nyelvet, mint ahogy tényleg az anyja nyelvedet tanultál. Tehát magától értetődő lesz, hogy ezt azért kell így mondani, mert spanyolosan így hangzik. Azért, hogy mégis legyen valami kis vezérfonal, ha esetleg erre szükségem van, a SpanishPodnak, amit említettem YouTube csatorna, van egy honlapja is. És ráadásul most az alapkurzusok teljesen ingyenes. Itt lehet beregisztrálni, hogyha érdekel ez a dolog. Itt van, itt van a full leírás, az A1-es, itt van A1 szintig, tehát tényleg ez a legalapabb, legkezdőbb nyelvvizsga szintig a kurzus elérhető, méghozzá 2021. június 30-ig. Tehát így, így a, következő, mert a következő, pontosan a következő két hónapban. És ezt kihasználva be is regisztráltam, és látod itt is, itt van Level 1, Spanish pontosan 0%-on állok, semmit nem csináltam még, és néha ebbe a dologba, ha már úgyis ingyen van, bele fogok nézni, egyszerűen azért, mert hogy azért mégis legyen egy pici sorvezető, hogyha kezdenék eltévejedni, illetve azért lesz még jó, lesznek még jók ezek a leckék, mert azért mégis az ember visszatud hallani bizonyos dolgokat, illetve hogyha valamit effektíve nyelvtanilag rosszul mondanék, ilyen egymillió lesz, itt mégis fogom hallani a jó fajta nyelvtat, anélkül, hogy én elkezdenék nyelvtan tanulni. És a legutolsó app, ezt értelemszerűen telefonra fogom majd letölteni, ez a HelloTalk nevezető program, aminek az a lényege, hogy kapcsolatba tudsz lépni a világon több száz emberrel, több ezer emberrel, sőt, amit látod, 25 millió emberrel, 150 nyelven érhető el ez a sztori, és ez olyan, mint régen a szociolózbusban volt, tudod, ez az, az orosz levelező partner. Na most ezt meg tudod csinálni telefonos applikáción keresztül, fogok keresni magamnak olyan embert, aki, aki értelemszerűen a értelemszerűen Spanyolországban él, eredeti spanyol anyanyelvű, tehát nem tanárhoz fogok elmenni, hanem egy spanyol anyanyelvű emberke, akivel kapcsolatba fogok lépni, én segíteni fogok neki abba, hogy tanuljon mondjuk magyarul, majd ezt kézzel-lábbal azért meg kell beszélnünk, és a másik lehetőség, hogy meg majd tanít engem spanyolul. Tehát nem nyelvtant meg egyebet, hanem beszélgetni fogunk. Ez még a jövő zenéje, tehát azért itt kell néhány hét, hogy legalább a nevemet el tudjam mondani spanyolul, hogy majd kapcsolatba tudjuk lépni egymással. Lehetőség van arra, hogy tényleg egy egy közösséget építs ki, és ami érdekes, és csak lehetőség van arra is, hogy például csetelésen keresztül is lehet kommunikálni. csak nem csak beszélni, meg nem csak face-to-face -face kamerán keresztül, hanem csetelni is. Ez megint egy olyan dolog, hogy itt például lehet gyakorolni az írást, és hogyha esetleg valami probléma van, ki tudják javítani, stb. stb. Jó? Tehát igazából ezek, ezek azok az eszközök, amikkel el fogok indulni. És hát nagyon várom, nagyon várom, hogy, hogy mi fog kisülni ebből a, a dologból. Már ennyit, és a következő videóban pedig majd a mentális technikákról fogunk beszélni. Sziasztok!